Ez itt Bukoldami, az Egyesült Államokból, Floridából, és beszélgető társai. Magyarországról. Vermontból. Torontóból. Svédországból. Szingapúrból. Finnországból. Németországból. Franciaországból. Sokan vagyunk egy-egy emlékképpel, jelenettel az emlékezetünkben, amitől vagy szabadulni akarunk, vagy éppenséggel dédelgetünk egy életen keresztül. Ürge András, akit nagyon sokan Bandiként ismernek, 13 éves volt, amikor szüleivel kénytelen volt elhagyni Magyarországot. Az ő egyik emlékképe az, ahogy 1956-ban édesapja egy ollóval kivágja a címert a nemzeti lobogóból. És nem ez az egy jelenet maradt meg neki. A Szó összehoz 138. epizódjában Bandi főként az általa megélt eseményekről, a forradalomról és kivándorlásukról mesél. Ürge András vagyok, vagy Ürge Bandi vagyok, és itt élek Ausztráliában már 1957 óta. Sydneybe élek, festészettel foglalkozok nagyjából most, szóval így ismernek. Magyarországon Budakeszin laktam, és ott sok minden történt az 56-os években, és az 56-os események előtt is már voltak dolgok, hogy készültek föl az egyetemisták, ezt már mind hallottuk, és tudtunk is róla. Szüleim azok nagyon foglalkoztak vele otthon, állandóan hallgatták a Szabad Európát. Én 13 éves voltam, és nagyon követtem ezt a problémát. Az apám fölment Pestre, egyik nap nem tudtuk, hogy hol van, aztán visszaérkezett, és akkor mondta, hogy ő ott volt az egyik tüntetésen, és kezdte mesélni nekünk, hogy elszavalták a nemzeti dalt az egyik tüntetésen, és lövöldözés volt a rádiónál, és másnap kezdődött Budakeszin is a forrongás. Volt Budakeszi közepén egy tér, ahol az autóbusz végállomás volt, és ott volt a községháza is, és ottan sok minden történt. Gyerekek tőlem idősebbek gyülekeztek, és jöttek emberek, beszéltek a tömegnek, és egyszer csak hallottam egy épületbe, ahol jegyeket árulták a buszoknak, onnan egy nő egy verset szavalt. Odafigyeltem, és akkor észrevettem, hogy Mezei Mária egy nagy, elismert színésznő volt, Budakeszin lakott. És ugyanakkor tovább nézelődtem, és csak hallom a községháza felől, fiatalok be akarnak törni az ablakokat, verik, hogy engedjék be, mert fegyvereket kerestek. Az egyik kiabált, hogy adjátok ki a stukkereket. És nem messze attól a tértől egy ávós lakott egy házba, aki egy ezredes volt, ávós ezredes, Sziklainak hívták, és ezek a gyerekek nem kaptak elég fegyvert a községházán, és tudták, hogy ebbe a házba is van fegyver. Hát, mire odaértek, már hallottak lövöldözés ebbe a házba. Ez a ávós veszekedett bent egy rokonával, és azt le is lőtte. Közben megérkeztek ezek a srácok. Az egyik kiabált az ablakon, hogy engedj be, mert ha nem, akkor betöröm, és visszalőtt a Sziklai, és ezt a gyereket lelőtte. Ennek a gyereknek a neve Mariti László. A közönség, mert több lövések voltak, oda mentek és betörtek ebbe a házba, és akkor ez az ávós tiszt öngyilkos lett, miután lelőtte a rokonát meg ezt a gyereket. És akkor hát kiúzták a holttestét. Nem voltam ezen a részen jelen, mert egy kicsit följebb volt. Én a barátaimmal voltam, én ismertem Mariti Lászlót, de csak látásból, mert idősebb volt. Tudom, hogy egy nagy hős lett, mert egy utcát is elneveztek róla Budakeszin.
Szóval meglőtték, kórházba vitték, és mikor már a forradalomnak vége volt, akkor az ávósok jöttek érte, mert el akarták vinni. Azt hitték, hogy csak le van sérülve. Közben az orvos nem engedte ki onnan, mert azt mondta, hogy hát nem lehet kivinni, mert meg fog halni. És őrizetbe tették ott egy darabig, de aztán meg is halt. Aztán a forradalom után mindenkit kerestek. Volt legalább 4-5 srác, aki bement. Az egyik, az tudom, hogy diszidált, azt nem tudták elkapni, de a többit azt letartóztatták, és 2-t föl is akasztottak belőle. És a többit azt meg börtönbe tették. Szóval ez volt a budakeszi eseményeknek a nagy része, és ebből állítólag csináltak is egy filmet a Budakeszi srácok címen. Én még nem is láttam, de tudom, hogy ez létezik. A mi családi aktivitásunk, hát apám az, mondom, hogy benn volt Pesten, és nagyon követte az eseményeket. Ő egyetemen tanult, agronómus volt, és a kommunisták mindenkit ilyen értelmiségeket átszerveztek, és ő neki ki kellett tanulni esztergályosnak, és betették egy gyárba. Mi ott is laktunk az úgynevezett Prékó telepen, Budakeszin, ahol a munkások éltek, akik dolgoztak ebbe a gyárba. Na most ő elhatározta, hogy a zászló, ami föl volt húzva a Prékó telep elején, abban még a kommunista magyar címer volt bent. És akkor összehívott, akit látott, embereket körülbelül 20-an összejöttünk, és akkor lehúzta a zászlót, és nála volt egy nagy olló, először mondott egy kis beszédet, és aztán kivágta a címert belőle, és úgy lukassan fölhúzta a póznára. Na most ezt sokan látták ottan, és nagyon nagy bűn volt, mikor a forradalmat leverték, akkor már voltak ilyen munkás őrségnek hívták, azok már géppisztollyal járkáltak, és keresték a forradalmárokat. És a fatert is keresték, és a következő nap már intézkedtek a szüleim, hogy hogy fogunk a határ felé menni. Budakeszi az olyan közel van Pesthöz, hogy a harcokat lehetett hallani. Reggel fölébredtünk, október 20-án, akkor már lövöldözések voltak, és hallottuk a géppisztoly hangokat, meg az ágyugolyók sűvítettek fölöttünk, és ott estek le a házak mögött, szóval elég közel. Nagyon, mi nem féltünk, de a többiek nagyon féltek és bujkáltak, és akkor ott volt egy út, ami ment Budakeszin keresztül föl Pestre, és egyik reggel arra ébredtünk, hogy nagy-nagy dübörgések vannak, egy olyan zaj, hogy életemben nem hallottam, és kinéztünk az ablakon, és ott láttuk hosszú-hosszú sor tankokat, aminek nem láttuk a végét. Olyan hosszú, és ez volt az orosz katonaság, szovjet katonák jöttek tankokkal, és ott álltak meg Budakeszin. Ebbe egy kicsit részt vettem én is, hogy a haverokkal összeálltunk, és még álltak ott kavicsokkal, dobáltuk a tankokat, és vigyázni kellett, mert géppisztollyal álltak ott a tankon, és fordították a puskát mi felénk, de mi ügyesek voltunk, egy-két kavicsot dobtunk, és elbújtunk ott a házak mögött. Ennyit vettem részt mondjuk a forradalomba, és akkor ezek a tankok
meg is indultak, délután már majdnem kezdett sötétedni, és akkor mentek be Pestre. És akkor ugyancsak, ahogy előbb említettem, hogy hallottuk a hangokat Pestről, hogy ment tovább a harc, a forradalmárok még ellentálltak ezeknek a tankoknak is. Sokáig, sokáig ment ez a harc, de a végén vége lett, és sajnos ez lett a vége a forradalomnak akkor, mikor a tankok körbevették Pestet, és teljesen lezárták a forradalmat. Úgyhogy akkor a szüleim elhatározták, hogy az éjjel már mennünk kell, és elmentünk egy ponyvás teherautóval Pestre, az állomásra egy vonat ment Körmend felé. Körmend az egy kis hely, közel van már a határhoz. Egy másik családdal együtt mentünk, és ennek a másik családnak voltak rokonai Körmende. Az anyám az előző nap még bement a községházára, és szerzett igazolást, hogy mi megyünk Körmendre egy esküvőre, vagy valami ilyesmi. Az csak úgy ki volt gépelve, nem volt nagyon hivatalos, de csak ezt tudta megszerezni. Szóval ez volt nekünk, és akkor beérkeztünk Pestre ezen a teherautóval. Egyik pályaudvaron, nem tudom melyikből indult a vonat Körmend felé. Arra volt jegyünk, felszálltunk, és Körmend előtt megállt a vonat. Néztünk körül, hogy mi a helyzet, és hát igazolás volt, van-e rendes személyazonossági igazolvány, meg minden, és minket a rendőrök leszedtek a vonatról. És a másik családot, azt meg fönt hagyták, mert az odavalósi volt, és az egyik katonát meg is ismerte, és haverkodott vele, és akkor elengedték, és ők bementek Körmendre. Minket meg levettek, és bevittek minket egy laktanyába, és ott apámat kihallgatták. De közben a másik család intézkedett Körmenden, hogy mi igazából egy esküvőre jövünk, és el tudták intézni, hogy az ottani rendőrség telefonált be ebbe a laktanyára, hogy nem diszidálók vagyunk, mi csak oda fogunk menni. Na most akkor megint jött egy ilyen ponyvás teherautó, és azon már voltak többet, akiket vittek egy táborba, akik ilyen diszidensek is voltak, de minket úgy kezeltek akkor, hogy mi nem akarunk átlépni a határon, neki semmilyen, és végül minket bevittek Körmendre. Na hát akkor itt kezdődött, hogy hogy és mint fogunk átjutni a határon. Többen jöttek, hogy át tudnak vinni minket, meg minden. Aztán egy idősebb asszony jött, hogy ő levisz minket egy kis faluhoz, ami a határ szélén van. És ottan van valaki, aki át tud vinni. Beöltöztetett minket ilyen helyi vidéki ruhákba, és akkor egy lovas kocsival mentünk ide át. Ez nem volt nagyon messze, de párszor igazoltattak közbe, de mindegyiken átmentünk, és odaértünk ebbe a kis faluba. Úgy hitták, hogy Pinkamince. Ott voltunk, és aki ott lakott ebbe a házba, azt mondta a néninek, hogy ne hozza a másik családot, mert akkor azt már észreveszik, hogy ugyanúgy jöttek, mint mi, és akkor azok esetleg bajba kerültnek. De a néni nagyon lelkes volt, hogy minket át tudott hozni, és mi ott voltunk, még játszadoztunk ott az udvarban, meg minden, egyszer csak nézek ki az út felé, egy pár órával később, és akkor láttam, hogy ugyanilyen lovaskocsi emberek vannak rajta, és két őr jön mellette. Gyorsan beszaladtam, mondtam a anyámnak, hogy hát másik család is jön, de úgy néz ki, hogy el vannak fogva. És akkor őket le is tartóztatták, bevitték a laktanyába, és tudom, hogy ők nem is tudtak végén átjönni, mert őket visszavitték.
nekünk be kellett bújni ilyen szénakazal alá, azt gondoltuk, hogy minket fognak keresni. És egy jó 5 órát legalább ott voltunk a szénakazal alatt. Olyan éjfél után jött az ember, hogy akkor átviszem magukat. Neki is indultunk, de nem volt könnyű, mert tél volt, havas volt, és kimentünk ilyen szabad térre, és egyszerűen kezdtek lőni. Sövített fölöttünk a golyó, de gondoltuk, hogy ez az ember azért elintézte, hogy ne ránk lőjenek, de úgy nézett ki, hogy azért mégis le kellett bújni, és akkor mentünk kicsivel tovább, megint mindig egy kicsivel tovább, és akkor elérkeztünk egy olyan részre, ami föl volt szántva, de az már a határ volt, és akkor ott mutatott előre ez az ember, hogy ott távolban volt egy ilyen templom torony, azt mondja nekünk, hogy na, menjetek arra, abba az irányba, és akkor már az Ausztria. Hát arra mentünk, át is mentünk sikeresen, és ezt nagyon megköszöntük neki. Később már Ausztráliában voltunk, Ausztriában voltunk egy jó darabig, aztán Ausztráliába kerültünk, és akkor a testvérem, aki a TV-nél dolgozott, ő kommentátor lett a TV-nél, elment és csinált egy ilyen programot arról, hogy mi hogy diszidáltunk, és ezt az embert akarta megtalálni, aki átvitt minket. Szóval ennyi volt. Sikerült megtalálnia? Hát sajnos nem tudta megtalálni, mert addigra már meghalt. Sírját az megtalálta, de életben nem találta meg. Ausztráliát ti választottátok, vagy oda küldtek titeket? Amikor Ausztriában voltunk, akkor több helyre lehetett menni, Amerikába is, Dél-Afrikába, meg Európába is. De az anyámnak volt egy rokona Amerikába, és úgy nézett ki, hogy az akarná, hogy oda menjünk. De közben apámnak is volt egy rokona, a testvére, aki itt élt már Ausztráliában, aki már korábban a háború alatt kiérkezett ide. És akkor vaciláltak, hogy hová menjünk, és a végén úgy döntöttünk, hogy Ausztráliába jövünk. Nem sokat tudtunk Ausztráliáról akkor, repülővel jöttünk, és az egy amerikai katonagép volt, és nagyon sokáig tartott, míg Ausztráliába ért. Mi leszálltunk Ciprusba, például, ahol volt, ott is egy forradalom, ott is lövöldöztek, nem tudtunk kiszállni a gépből. Mentünk tovább, leszálltunk Karacsiba is, India és Pakisztán között volt harc éppen akkor, és ott is lövöldöztek. Akkor felszállt a gép megint, ezúton mindig csak a gépen voltunk, nem engedtek le a gépről. Csak a gépet üzemeltették, és akkor úgy tudtunk tovább menni, és a következő állomás volt Jakarta, ahol szintén valami forradalom volt. Végül megérkeztünk Darwinba, de hát az már Ausztrália. Addigra már nagyon fáradt volt mindenki, de ott kiengedtek a repülőtérre, és egy kicsit pihentünk, és akkor volt még egy kis utunk egész Albury-ig, az is egy ilyen kis katonai repülőtér, és ott szállt le a gép, és akkor elvittek egy ilyen táborba, ami valamikor katonai tábor volt, Bonegillába úgy hívták, és ott gyűjtötték az összes menekülteket, meg a más emigránsokat is. Szóval így érkeztünk Ausztráliába, és a legérdekesebb dolog, ami volt, hogy mikor mentünk a repülőtérről egy busszal ebbe a táborba, akkor láttuk ki, hogy mennek föl ilyen rakéták. Hát mondok, mi van, itt is háborúznak? De nem, mert akkor volt a királynő születésnapja, és akkor mindenhol tüzeket csináltak, és ilyen krekett rakétákat
az egy szokás volt akkor. Mi is csináltuk utána, de most már nem lehet, már beszüntették, de ez történt, és ezt láttuk a buszról, és akkor mondom, hát itt is harcok vannak, de nem, szerencsére, és akkor hát elmentünk Bonegillába, ahol talán voltunk fél évig, mert a törvény az volt, hogy nem lehetett onnan kijönni, csak akkor, hogyha munkát kapott az ember. Hát én nem voltam még olyan idős, hogy munkát kapjak, de a paternak a testvére Wollongongba lakott, és megállapodtak, kapott egy munkát Wollongongba, az ottan a vasgyárba. Ez Sydneyhez közel van, 60 kilométerre, vagy valami olyasmi, ugye? Még kevesebb. Most már nagyon jó utak vannak oda. Oda érkeztünk, és ott laktunk 7 évig, és én is, mikor 18 éves lettem, akkor kaptam munkát a Steelworks-be, a vasgyárba. Utána följöttünk Sydneybe, az egész család, és akkor kezdtem én is tovább tanulni, meg a testvéreim is. Szóval itt folytattuk az életünket Sydneybe. Mikor kezdtél el rajzolni, festeni? Hát, én már Magyarországon is kezdtem, de itten csináltam mindjárt már Wollongongba egy tanfolyamot, és ottan kezdtem rajzolni, festeni, és elég jó ment, mert el is tudtam adni. Rájöttem, hogy ez valami, amit érdemes folytatni, és akkor, mikor följöttünk Sydneybe, akkor beiratkoztam egy ilyen art iskolába, 2 éves tanfolyamot csináltam, ahol kitanultam a mindenféle módját a festészetnek, rajzolásnak, és akkor hát tovább működtem. Alakult egy képzőművészeti kör, annak voltam a titkára, a több festő rajzoló volt bent, kiállításokat rendeztünk, amennyire csak tudtunk. Abban az időben nem volt nehéz képeket eladni, mert mindenki, aki új volt, magyarok például, akik rendezkedtek be új házakba, tehát bútort vettek, mindent vettek a házukba, képeket is vettek, akkor mi tőlünk is vettek. Tehát tulajdonképpen a menekültek vették a munkáidat, nem az ausztrálok, tehát a benszülöttek. De igen, nem az ausztrálok. Adtam azoknak is el, mikor olyan kiállítások voltak, akkor nyilvános kiállítások, de más is jött, azoknak is el tudtam adni, de általában a magyaroknak könnyebb volt eladni. Úgy is választottad a témáidat? Benne van a magyar származásod? Az otthoni tájakat festetted? Hát a magyar tájakat nem, inkább akkor már ausztrál tájakat festettem, de magyar témájú képeket csináltam. Például volt egy, amit többször is megfestettem, ami egy ilyen juhász, egy pulikutyával eszi a szalonnát. Ez volt a képen, de ez egy nagyon sikeres forma volt, és eladtam 2-3 verziót belőle, és az egyik prize kiállításon kaptam még egy díjat is azért. Igen, ez a híres ausztrál festőművész Lloyd Rees díjazta. Az adta, igen, ja, az adta azt. Már itt voltunk Sydneyben legalább, akkor már 20-30 éve. A stílusodat befolyásolták a magyar festők, a nagy magyar festők? Hát, próbáltam, én mindig figyeltem a magyar festőket, a Munkácsinak a képeit. Szerettem azért, mert a fényt nagyon jól kezelte a képekbe, és azt úgy követtem, és most sajátos stílusom van. Sokszor megkérnek, hogy fessek egy témát, amit nem csináltam, még portrékat. Vannak itt nagy portré kiállítások, arra mindig beszoktam nevezni. Volt egy nagyon sikeres kiállításom nemrég Lánykóba, ahol eladtam közel 20 képet, és elég jó volt.
Van egy internetes oldalad oda, én is ellátogattam, és láttam néhány alkotásodat. Úgy tűnik nekem, hogy használsz akvarelt, akrilt, olajfestéket. Melyik a kedvenc médiumod? Hát most nagyjából akrilikba festek, meg vízfestékkel, mert ezekkel gyorsabban tudom keverni ki a festéket, az olaj az húzamosabb, pedig nagyon szeretem azt is csinálni, de ritkábban csinálok most olajképeket. Mindig elgondolkoztam azon, hogy vajon egy festőművésznek a festés az munka? Hát én nagyon szeretem csinálni. De az is munka, és abba is úgy ki lehet fáradni, nem fizikailag, hanem mentali fáradtság jön az emberre, hogy egy kicsit abba kell hagyni, akkor később vissza lehet menni, újra befejezni. Most vannak új képeim, de nem mindet tettem föl még a website-ra, és készülök egy új kiállításra, ami 2024-be lesz. Ez még 2 évre előre van, de az kint lesz vidéken, és nagyjából tájképeket fogok oda csinálni. De már is dolgozok azokon, amit oda fogok vinni. Magyarországon be tudtad mutatni a festményeidet? Egyáltalán volt ilyen gondolatod, hogy egyszer bemutassad? Vannak ilyen terveid? Vannak, persze állandóan gondolkodom, hogy vannak, akik Magyarországon már vettek tőlem, szóval van képem falakon, de kiállítást nem tudtam még rendezni Magyarországon. De a tervemben megvan, és ismerek festőket, már akik jártak itt Ausztráliába is voltak, szóval azokkal talán össze tudnék jönni egy kiállítást megrendezni. Emberek javasolják, hogy külföldön rendezek egy kiállítást, de még eddig nem valósult meg. Egy érdekes dolog, amit az oldaladon láttam, az az e-mail címed, goalkeeper 43, azaz focikapus 43. Tehát nem csak a testvéred, akit már említettél, Laci, vagy ahogy Ausztráliában ismerték, Les Murray a foci szerelmese? Hát én is futballoztam, persze, és én kapus voltam. Játszottunk első osztályú futballt itten jó darabig. Most is van egy társaság, ahol a futballisták minden 2 hétben találkozunk. Mindenki már nyugdíjban van, de összejövünk azért minden 2 hétben, és még mindig a futball a téma, a fő téma. De már nem játszottuk. Hát nem olyan régen hagytuk abba, ha én már 70-en fölül voltam, és még mindig lejárkáltunk a kis parkba, olyan félpályán játszottunk, de minden héten vasárnap utána volt egy osztrák klub, nem messze a pályától, és oda bementünk egy-két sört, ettünk, ittunk. Ez volt az élet minden hétvégén. Nekem a futball, a művészet, ez a kettő az együttben. Nem tudtam, hogy melyik a fontosabb. És amikor a magyar csapat játszik az ausztrál csapattal, akkor kinek drukkolsz? A magyaroknak. De a magyaroknak nehéz volt drukkolni eddig, mert nem voltak nagyon jók, és most kezdenek egy kicsit följönni. Ez egy jó hír a magyar futballal kapcsolatban. Persze, hogy drukkolok nekik. Nehéz néha eldönteni, de hogyha egy olyan fontos meccs van, világbajnokságon például találkoznának, akkor én azt hiszem a magyaroknak drukkolnék még ott is. Ez a dráma sztori, ami volt velünk. Sok mindent biztos kihagytam az eseményekből, még Budakeszin is. A Magyarország akkor egy volt. Mindenki együtt volt, és a hazafi érzés volt mindenkiben. Visszaemlékszem, mikor a faterom kivágta a címert a zászlóból, akkor mindenki sírt. Tudtuk már akkor, hogy nekünk is el kell jönni, és nem tudtuk, hogy sikerülni fog-e vagy nem. És most végül itt vagyunk Ausztráliában, ez itt egy szabad ország, és
ahogy észlelem most a világpolitikát figyelve, itt jobb lenni, mint máshol. De nem úgy néz ki, hogy itt háború, lövöldözés, ilyesmi, kevesebb esély van arra, hogy itt legyen, mint ahogy mondjuk Európában. Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna a témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül és egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.